Köszöntjük kedves nézőinket, Kucsma Barbara vagyok, Önök a Szikszó TV hírműsorát látják. Minden héten pénteken megmutatjuk Szikszó és környéke legfontosabb és legérdekesebb eseményeinek beszámolóját. Heti híradónk tartalmából röviden. Családi nappal ünnepelte a templom felszentelésének első évfordulóját a szikszói görög katolikus egyházközség. Elkezdődött a tanév a szikszói iskolákban. Az oktatási intézmények igazgatóit arról kérdeztük, milyen változások és fejlesztések várhatóak a tanévben. A várossal, a városért mottó jegyében megtartotta első konzultációját Füzesíri József, Szikszóváros polgármestere. Az összefogás és együttműködés jegyében megtartotta első lakossági konzultációját Szikszóváros polgármestere. Az esemény, melynek célja Szikszó még élhetőbbé tétele, ezentúl minden kedden megrendezésre kerül, jelentkezni pedig a város önkormányzatánál lehetséges. Úgy gondoljuk, hogy nem csak dolgozni kell egy városban, hanem néha meg is kell beszélni, hogy jó-e az az irány, amiben mi haladunk. És én hiszek abban, hogy sok szem, sok okos ember sokkal több jó dolgot tud elmondani, mint amennyit esetleg én és a kollégáim ki tudunk találni. Első alkalommal tartott lakossági konzultációt Szikszóváros polgármestere szeptember 4-én a Bölcsbagoly könyvtár rendezvénytermében. A vacsorával egybekötött baráti beszélgetéshez Kovács Gábor operaénekes előadása adta meg a hangulatot. Füzesíri József polgármester úr pedig büszkén mutatta be a várost érintő legújabb beruházásokat. Az első konzultáción a közösség életében fontos szerepet betöltő vendégek vettek részt, ezentúl pedig heti rendszeres várják majd Szikszó lakóit. Azt hiszem, hogy a település történelmében egy egyedülálló rendezvényen vagyunk. Nem olyan sokan, hetente 40 emberrel találkozunk. Ez az első polgármesteri találkozó, egy konzultáció, amely arról szól, hogy egy icipicit beszélgetünk az eredményeinkről, a terveinkről és a céljainkról, és természetesen úgy gondolom, hogy egy város akkor lehet sikeres, hogyha odafigyelünk arra, hogy az embereknek mi a véleménye, és a mai, illetve az elkövetkezendő hetek rendezvényeinek a célja az lenne, hogy el tudják mondani a szikszóiak, hogy milyen város szeretnének, hogyan és hogy szeretnének élni. Van lehetőség jelentkezni ezekre a rendezvényekre. Kollégáimat, hogyha megkeressék a polgármesteri hivatal titkárságán, akkor kivétel nélkül mindenkit szeretettel várunk, aki erre a konzultációra szeretne eljönni. Most fog megjelenni október 28-a körül dr. Farkas Józsefnek a kétkötetes 800 oldalas Szikszó történetét bemutató könyve, amely, hogyha majd beleolvasunk, egy nagyon-nagyon fontos üzenetet ad, hogy az elmúlt évszázadokban nagyon sok település, amely sokkal nagyobb és erősebb volt, mint mi, tönkrement és elsorvadt, és Szikszó a történelem nehéz időszakában is túlélt, mert a szikszói emberek voltak olyan erősek, hogy életben tudtak maradni, minden egyes pusztítás, tűzvész után újra tudták építeni a településüket, és hát én azt hiszem, hogy a szikszói emberek ma is ugyanolyanok, mint az őseink voltak, hogy nincs olyan probléma, vihar, gond, amit ne tudnánk megvalósítani és megoldani. Semmiféle kötöttség nincsen. Én hiszem azt, hogy mindenkit nagy szeretettel látunk, aki a Szikszó városának fejlesztéséért, jövőbeni céljaiért hajlandó együtt gondolkodni, és nem csak gondolkodni, hanem tenni is valamit. Emellett természetesen van egy nagyon jól működő inkubátorházunk, amely a művelődési ház feladatát is ellátja, és hogyha elsétálunk a Rákóczi úton a volt holobrádi kocsma előtt, ott Nagy Mártával szemben, ami hosszú évekig amerikai vállásruha volt, tavasszal elkezdődik annak egy ilyen közösségi tér kialakítása, körülbelül 60 millió forintot nyertünk annak az épületnek a felújítására, azt úgy fogjuk csinálni, hogy teljes egészében ledózeroljuk, a bontás nem sokára is kezdődik, és egy nagyon szép közösségi teret
fogunk ott kialakítani, mert hiszem, hogy egy város akkor működik nagyon jól, hogyha a közösségei jól működnek, és ehhez nekünk nagyon jó tereket kell biztosítani. Tomoron laktam gyerekkoromban, akkor még Abaúj megye külön volt, és valami oknál fogva Tomora szélső községe volt a megyének. Jó lehet, 17 kilométerre van innen, de ide jártak az emberek Malomba. Tehát Szikszó az úgy kapcsolódott Tomorhoz, mint az anya a gyerekéhez. Tehát kötődött, és nem is engedte el egymást a kettő, mert itt voltak azok a hivatalok, ahol a tomori ügyeket intézték. Később itt kezdtem el dolgozni, 57-ben az első munkahelyem itt volt. Ez egy úgy magától fejlődött ki, tehát ez nem egy olyan dolog, hogy történt velem valami, és eldöntöttem, hogy holnaptól Szikszó a legjobb hely, hanem magától lapódunk itt kialakult, és most már egyértelmű, hogy Szikszót tartom az otthonomnak, jó érzésű emberek laknak. Könnyű velük a kapcsolatot felvenni. Én itt születtem Szikszón 53-ban, és még egy olyan helyen születtem, amit Kiskassának hívnak, az a rész. És nekem az volt a nagy világ. Körülbelül 6 éves koromig éltem ott, és soha nem jártam kint, nem engedtek a szülők, mert kicsi voltam, csak a kapuig. És én nekem az egy csoda volt, az a Kiskassa, 2 fasor szegélyezte, ott volt az Artézikút, mindig úgy éreztem, hogy ez a világ. És nagyon szerettem ott élni, egy csendes, békés kis helység volt, az a kis utca, az egy pár házból árt. Persze más emlékek is fűződnek itt hozzá. Aztán átköltöztünk a Bolt utcára kicsi koromban, és ott pedig a másik csodát élhettem meg, ott már rengeteg barátnő, meg barát volt, mind az én generációmból sok velem egykorú gyerek, és még akkor az volt jellemző, hogy több gyerek volt egy családban, nálunk is 4, és ez úgy jellemző volt mindenkire, és mi gyerekek nagyon-nagyon szerettünk ott élni. Ebbe az utcába mentem férjhez, a szomszéd fiúhoz, itt éltem le az életemet. Ugye a gyerekeim itt jártak iskolába, itt indultak neki az életnek. A lányom itt végezte el a gimnáziumot, aztán bekerültek mind a ketten a Miskolci Egyetemre, és úgy jutottak tovább a nagyvilágba, de ide jönnek haza. Itt érettségiztem. Igaz, elmentem a Miskolci Egyetemre dolgozni, de amikor hazajöttem, és hazajövök mai napig is, rengeteget utazom, és a Turulnál felérek a Turulra, és lenézek Szikszóra, akkor egy olyan öröm fog el, egy olyan szívbéli öröm, hazajöttem. Rendkívüli jó ötletnek tartom. Szikszó vezetősége odafigyel a lakosoknak a véleményére. Engem rendkívül megkapott az is, hogy fiatalok jöttek hozzánk, és egy kérdőívet töltettek ki a nyáron. Kis diák munka volt, tudom, de olyan kérdéseket fogalmaztak meg rajta, amit szerintem mindenki örömmel kitöltött. Mert leírhatta már ott, és elmondhatja itt is majd, hogy ő hogyan látja a Szikszó fejlődését. Mit él át Szikszón? Hogy tud-e örülni a szívébe annak, hogy Szikszó ilyen szépen változik, hogy hírnevünk van a világba. Én vezetek egy baráti kört, ami egy nemzetközi baráti kör, és ha összejövünk, akkor egyszerre Európában 18 ország is képviselői is összejönnek, és mindig beszélnem kell Szikszóról. Akármilyen barátok mindig kérdezik, és csodálják, nem csak kérdeznek Szikszóról, hanem csodálják, hogy én mennyire tudom szeretni a szülővárosomat. Fontos vagyok a városnak, de fontosak azok az emberi értékek is, hogy a hitélete a gyerekeknek, hogy milyen ifjúságot fogunk tudni fölnevelni ebbe a városba, hogy ők is érezzék azt, hogy gondoskodnak róluk, a gyerekekről. Biztonságban érzem magam a Szikszón. Én nagyon köszönöm az óvoda vezetőinek, a szociális központnak, a dolgozóinak, hogy a gyerekekre kellőképpen vigyáznak, hiszen a jövő azért a gyermekeink.
és nem mindegy, hogy milyen gyerekekkel nevelünk. Én tegnap reggel adtam át az egyházi oldalban az új játszóteret, amit közös összefogással sikerült megvalósítani. Én azt látom, hogy nagyon jó döntése volt az önkormányzatnak, hogy egyházi fenntartásba adta az iskolát. Nagyon jól, mert úgy látom, hogy most az oktatás, azért még ez nekik is ilyen tanuló időszak volt, de nagyon jó a hozzáállás, kedvesek, aranyosak, és hát mellette az állami iskola, ahol azért azt tudni kell, hogy elég sok hátrányos helyzetű gyerek van, az is nagyon szépen megújult, aki arra jár, és megnézni, és ott is kisebb csoportokban, de nagyon komoly munka folyik, és hát természetesen azért ehhez hozzájárult, hogy annak idején jó döntés volt, amikor az egyházi óvodát sikerült megcsinálni, hiszen az volt nekünk a minta, hogy hogyan érdemes a gyerekneveléssel foglalkozni, és mellette az állami óvoda is teszi a dolgát, a szülők szabadon tudnak választani, hogy melyik gyereket hova hordják. Megszólalt az iskolacsengő a Móricz Zsigmond általános iskolában is, ahová a korábbi évekhez képest az idén jóval több elsős kisdiák iratkozott be. Tóth Anikó, az iskola igazgatója híradónknak elárulta, hogy mind a személyi, mind a tárgyi feltételek adottak a tanévkezdéshez. Szeretettel köszöntök mindenkit a 2018-as 99-es tanév tanító ünnepéjén. Köszöntöm diáktársaimat, megkülönböztetett figyelemmel, és szeretettel titeket, kedves első osztályosok! Az idei tanéven 2018-19-ben az eddigieknél magasabb elsős létszámot várunk, tehát több elsős diák iratkozik be hozzánk. Jelenleg a személyi feltételeink biztosítottak az akadálymentes tanévindításhoz. Ugye ehhez megfelelően felkészült pedagógusok várják a diákokat, és már megtörtént az épület előkészítése, megtörténtek a javítási munkálatok, úgyhogy szeretettel várjuk a kicsiket és a nagyokat is iskolába. Az iskolánk alakulásától kezdődően, 2016-os tanévünktől kezdődően, ugye az intézmény belső tere felújításra került, 10-es blokkjaink egy az egybe felújítása, tehát 100%-os csere történt. Az intézmény belső tere, tehát a közlekedő terek szintén felújításra, festésre, burkolat javításra kerültek, új mennyezeti világításunk van, ez már korszerű, tehát a mai kor követelményeinek megfelel, illetve ugye a játszóterünk bővítése történt meg, ugye ez is a mai elvárásoknak megfelelő játéktérrel bővült. Jelenleg most két pályázat van, amiben részt veszünk, ugye a Szerencsi Tankerületi Központ intézményeinek egy részében ugye fotovoltaikus rendszer kerül telepítésre, amely biztosítja a megfelelő energiaellátásunkat, illetve részt veszünk egy másik pályázatban, ahol a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő iskolai közösségi programok kísérleti megvalósításában tevékenykedünk. Ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy segítjük a diákokat az iskolát követő júniusi időszakban a kompetenciamérések felkészülésére is, hogy sikeresebb, hatékonyabb eredményeket érhessünk el. Ennek érdekében dolgozunk együtt. Az elmúlt tanév vége fele érkeztek meg hozzánk új informatikai eszközeink, amelyet a Szerencsejáték ZRT jóvoltából kaptunk meg. Ezzel már lehetővé vált számunkra az, hogy ugye a mai kor követelményeinek megfelelő IKT módszerekkel oktassuk diákjainkat. Néhány napja már érezhető, hogy a hajnalok viszont hűvösebbek, és a fák levelei nem csak a nagy meleg, hanem az új évszaknak köszönhetően a kis sárgulnak. Mert itt van az ősz, itt van újra, és a szép új mindig énekel. Tudja is, nem jobban szeretem. Sikeres, eredményes, új tanévet kívánok nekik, és azt, hogy egy második otthonra lejjenek nálunk. Kérem a Szerencsi Tankerületi Központot, Szíkszóváros Önkormányzatát, a Szociális Kisgyességi és Szolgáltató Központot, hogy segítségükkel a nyíltengeren dagadó vitorlákkal haladhassa ez a kishajó célja felé, úgy, hogy a fedélzeten mi a legjobb tudásunk szerint mindent megteszünk ennek érdekében. Tanévnyitó szentmisével kezdődött a 2018-2019-es oktatási év a Szíkszói Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola diákjai számára. A szentmisét követően az iskola legkisebb tanulói egy jelképes kapun át léptek át a számukra teljesen új, izgalmas világba. Nagyon várom ezt a percet, hogy kis diák lehessek, társaimban megjelentek, iskolában megjelentek.
2018-19-es tanév nagy örömmel indult, hiszen 605 diákunk van ebben a tanévben, ami egy növekedést jelent az előző tanévhez képest. Ebből a 605-ből 60 diák, aki kicsi első osztályosként lépett be ma az iskolánk kapuin, és fogadtuk őt a mi iskolánk tanulójává. Egy szép, testvéri és barátságos nap ez a nap, ez az első tanítási nap, amivel ma mi az iskolába kezdtük a tanítást, hiszen minden évben misével kezdjük az iskolában az első napot. Azzal ünnepeljük meg azt, hogy a Római Katolikus Egyház, az Egri Főegyház megye fenntartásában működik ez az iskola, immár 3 éve. Maga Jézus is egészen születésétől fogva 30 éves korájában nyilvános működését nevelkedett lélekben, bölcsességben, testben és okosságban. Szülei nevelték, a kor szokásainak megfelelően, és a korabeli gyermekekkel minden bizonnyal játszott. Tehát az a kérdés, hogy Jézus játszott, amikor itt volt a Földön, akkor azt mondhatjuk, hogy minden bizonnyal, hiszen abban a korban is a gyerekek sokat játszottak. Biztos, hogy Jézus sem volt külön gyerek, mint a korabeli gyerek. Már a nyár folyamán sok fejlesztés zajlott az iskolába. Az Egri Főegyház megye fenntartónk fontosnak tartja azt, hogy az iskolába a gyerekek jó körülmények között tanulhassanak. Éppen ezért ebben az évben 24 millió forintot adott támogatásként az iskolának, amit a nyáron volt módunk felhasználni, és még folyamatban vannak jelen pillanatban is a munkák, amelyek ebből az összegből állnak rendelkezésre. Így az egyes számú épület tornatermének az ablak cseréje, üvegfalról ablakra való cseréje történt meg. Ez azért fontos számunkra, mert így sokkal jobb körülmények között tanulhatnak a diákok, hiszen korábban nem volt lehetséges a szellőztetés, így a nyitható ablakokkal mind a testnevelés órai szellőztetés lehetővé vált, mint pedig jó néhány rendezvényünket ebben a teremben tartjuk, például az alsósokkal a farsangot, a gimnáziumban a gólyabált ebben a teremben tartjuk, és bizony sokszor okozott gondot az, hogy nem volt levegő, hiszen 200-300-400 ember, hogyha bemegy ebbe a terembe, akkor hamar elfogy a levegő. Ez most megoldódott ennek a beruházásnak a keretében. De természetesen más egyéb felújítási munkálatok, a tisztasági festésre gondolok, vagy az érintésvédelmi felügyelet felülvizsgálata is megtörtént a nyár folyamán, illetve a fűtés korszerűsítéseként szelepcserék történtek a radiátorokon, és hát az egyik nagyon fontos oktatás technikai fejlesztése, digitális táblát, interaktív táblát sikerült vásárolnunk, amivel korszerűbbé tehettünk tantermet, padlózatot sikerült felújítanunk tanteremben, bútort vásárolhattunk, székeket és iskolapadokat a diákok számára, biológiai tanítási eszközöket vásárolhattunk, mikroszkópot, metszetkészletet. Ezek mind-mind azt segítik, hogy magasabb szinten tudják tanáraink oktatni a diákokat, és a diákok környezete pedig szebb és jobb legyen, ahol öröm tanulni és jól érzik magukat. Kérjük, szentedd meg ezt a tanulmányt, áldozz rá szent lelkedet, hogy számunkra mi úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőttként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta is így szól. Vegyétek és vegyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek volna. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kenyeret is. Majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem helye, az új és örök szövetségén. Ez a vér értetek és sokakért kiontati a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
ahogyan itt megnyitottam a tanévet, azt kívánom mindenkinek, hogy békességben, türelemben, boldogságban és egészségben teljen el ez a tanév, úgy, hogy a tudásuk gyarapodjon, és egyre okosabbak, és egyre szebb és jobb gondolatokkal a fejükben mehessenek ki a tanév végén diákjaink. Hármas összefogással elkészült a Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola új játszótere, melynek átadására a tanév első napján került sor. Az ünnepségen Szarvas István római katolikus plébános megáldotta az új játékokat, majd a város polgármesterével, Füzessyri Józseffel együtt vágták át az átadást jelképező nemzeti színszalagot. Egy jó város, egy jó közösség csak akkor fejlődhet, hogyha mindenki összefog. Az összefogás szimbólumává vált a szíkszói Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola új játszótere, hiszen egyházi, önkormányzati és szülői együttműködéssel készült el a gyermekek szórakoztatására alkalmas hinta, csúszda és mászóka. Az új építmények mellett szintén a két tanóra közötti idő tartalmas eltöltésére szolgálnak az iskola egyik betonnal burkolt területére festett pályák, melyekkel az iskola tanárai lepték meg a kisdiákokat. A mai napon egy fantasztikus dolog történt reggel 8 órakor, valamennyi, mind a 600, több mint 600 diákunk jelenlétében és szülők jelenlétében, vendégek jelenlétében egy régi álma valósulhatott meg a kicsi diákoknak, méghozzá játszóteret avathattunk. Ez a játszótér hosszú-hosszú évek óta gond az iskolába, hiszen a gyerekek egész nap az iskolában vannak, és nagyon fontos az, hogy kulturált körülmények között tölthessék el azt az időt, amit nem a tanulással töltenek. Hármas összefogással jöhetett létre ez a játszótér. 2.700.000 forintos beruházás az, ami megvalósulhatott itt. A három segítő, egyrészt a fenntartónk az Egri Főegyházmegye, aki 1 millió forinttal járult ehhez a beruházáshoz hozzá. A szülők, akik 700.000 forintot gyűjtöttek össze erre a játszótérre, és nagyon fontos számunkra az, hogy Szikszóváros önkormányzata szintén 1 millió forintot tett hozzá ehhez a beruházáshoz, így tudott megvalósulni ez a játszótér a gyerekeknek a nagy örömére, és nem várhattunk vele tovább, hiszen a gyerekek holnapi napon már nem bírnák ki, hogy ne vegyék birtokba ezt a játszóteret, alig várják, hogy csúszdázzanak, hintázzanak, és a lipikókán is játszanak. De nem csak ezzel támogatja Szikszóváros önkormányzata az iskolát, hanem számtalan olyan dologgal, amit talán észre sem veszünk, mégis a mindennapi életünket megkönnyíti. Támogatja azzal, hogy versenyre utazáskor gépkocsit ad nekünk. Támogatja azzal, hogy a versenyeinkre támogatást ad, és ott különböző díjakat vehetünk ebből. Vendégeket hívhatunk, akiket vendégül tudunk látni. Támogatja azt, hogy a tantestület olyan nevelőtestületi kihelyezett értekezeten vehessen részt, amelyen feltöltődhet és összerázódhat. Támogatja azt, hogyha külföldi vendégeink vannak, vagy külföldre utaztok, a testvérvárosi kapcsolatok révén erre legyen módotok és lehetőségetek, és nagyon-nagyon sok olyan dologgal támogat bennünket, amely lehetővé teszi azt, hogy színvonalasabban és sokkal családiasabban érezhessük magunkat. Köszönet neki érte. Az udvarnak az átalakítása is kicsiben ugyan, de megtörtént. Méghozzá különböző játékokat festettek a tanár kollégáim az udvarra, hogy ezzel is bővítsük a gyerekeknek a játék lehetőségét. És még egy dolog történt, a tornaterem egyébként kicsit csúnya falára, a gyerekek tervei alapján a
rajztanár kollégáim egy gyönyörű képet, egy vidám és színbelengető képet is festettek, amivel úgy gondolom, hogy igazán szépé tudtok tenni az udvart. Gondolkoztam azon, hogy viszonylag ritka ez a konstelláció együttállás, hogy megáldani és egy játszótér. És utána néztem, hogy vajon a Szentírásban nyilván ilyen játszótérről nem hallunk. De egyáltalán játékról mit mond a Szentírás is. Egy-két mondatot szeretnék csak így ezen a reggeli órán felidézni a Szentírásból. Sirály fiának könyvében olvassuk, menj haza korán, és ott vigadj, játsszál és tedd, amiben kedved telik. Ennek a szertartásnak a keretében két része volt ennek a szertartásnak. Egyrészt megáldotta iskolánk lelkipásztora játszóteret, annak a játékait, kérve a jó Isten, hogy segítse, hogy a gyerekek jól szórakozzanak, de senkinek semmilyen baja ne legyen, épségben és egészségben és boldogságban használhassák ezt a játszóteret. És még nagyobb öröm, hogy átadhatta polgármester úr, Szikszóváros polgármestere az iskola számára, a diákjaik számára. Így tehát a felavatása is megtörtént a játszótérnek, azzal, hogy átvágták a nemzeti szín szalagot közösen Szikszóváros polgármestere, Füzeséri József úr és iskolánk egyházi lelki vezetője, Szarvas István atya. Itt a diákok jól érzik magukat, én nagyon sokat találkozom évközben a gyerekekkel, és mindig megkérdezem, hogy hogyan érzitek magatokat az iskolában, és hála Istennek a gyerekek azok őszinték, nem hazudnak, és elmondják, hogy természetesen nagyon jól érzik magukat, szeretnek iskolába járni, és hát természetesen a tanulásnak is megvannak a negatív dolga is, amit jó lenne más időszakra tenni, de látják az eredményt, tudják, hogy miért tanulnak, és mi lesz az eredmény. Egy nagyon érdekes napon vagyunk túl, hiszen a gyerekek számára elkezdődött a tanév. Ez egy emlékezetes tanév, hiszen az első momentum az volt, hogy sikerült egy nagyon szép játszóteret közös összefogással átadni. Ugyan mi csak egyharmad részesei voltunk ennek, hiszen több támogató kezdeményezte ennek a játszótérnek a létrehozását, illetve finanszírozta meg, de én azt hiszem, hogy az önkormányzatnak nagyon fontos az, hogy az itt élő gyerekek úgy tudjanak tanulni, úgy tudjanak regenerálódni, hogy sikerrel vegyék az akadályokat, és azokon a megmérettetéseken, ahol Szikszó nevében ők megjelennek, nagyon szépen szerepeljenek. Szikszón elindult egy jó irányú folyamat. Azok a fiatalok, akik elmennek valahova tanulni, most már lehetőséget látnak arra, hogy ha elvégzik az iskolát, akkor vissza tudjanak jönni Szikszóra dolgozni, és azt gondolom, hogy ez a közös gondolkodás, hogy nem csak részt veszünk egy oktatásban, hanem jól is érezzük magunkat, és közösen találjuk ki, hogy hogyan lehet ezt minél kellemesebbé tenni. Ez mindenféleképpen a fenntartónak, a szülőknek, és hát én úgy gondolom, hogy azoknak a pedagógusoknak, akik az intézményben dolgoznak, azoknak is köszönhető. Így az önkormányzat örömmel állt ehhez a programhoz, és azt hiszem, amikor a gyerekek mosolygó szemét látja az ember, akkor azt hiszem, hogy valamennyien el tudjuk ismerni, hogy ez egy nagyon jó döntésünk volt. Egy sikeres várost szeretnénk építeni, és ebbe a sikeres városban legfontosabb, az egyik legfontosabb elem, én úgy gondolom, hogy az oktatás. Generációkat összecsiszoló családi nappal ünnepelte első templombúcsúját a szikszói görögkatolikus egyházközség szeptember 2-án. Az új templom felszentelésének évfordulójára rengetegen érkeztek, és a színvonalas programkínálatnak köszönhetően egy tartalmasan eltöltött vidám nap emlékével távoztak. Különleges alkalomból gyűltek össze a hívek a szikszói görögkatolikus templomban szeptember 2-án, hiszen a templom felszentelésének első évfordulóját ünnepelték. Az egész napot felölelő családi nappal egybekötött templombúcsú szentmisével vette kezdetét, ahol beszédet mondott Stefán Zoltán, a Miskolc-Szirmai görögkatolikus egyházközség parókusa. Akik építették ezt a templomot, ugye, és részt vettek, Yeah.
A templomi körmenet során a templom négy oldalán felolvastak egy-egy evangéliumot a meghívott egyházi vezetők, majd a bejáratnál közös imádság következett, és elhangzott a himnusz is. Ebédre finom töltött káposztával, hideg üdítővel és süteménnyel kínálták a vendégeket, akik ezután generációk közötti kvízversenyen mutathatták meg tudásukat. A verseny nagyon izgalmasra sikerült, hiszen csupán egyetlen pont döntött az első helyről. A nap folyamán természetesen a legkisebbek sem unatkoztak, az ő szórakozásukról Ugrálóvár, Trambulin és a budapesti Hahota Gyermekszínház Prémai Muzsikusok című előadása gondoskodott, emellett pedig számos népi játékot is kipróbálhattak. A rendezvény muzsikával és közös énekléssel zárult. Töretlen a cékla és a hozzá kapcsolódó fesztivál sikere Szent István Baksán, ahová idén a nagy sikerű Hídvégi Band és Kozsó is ellátogatott. A színpadi produkciókon kívül a kicsiket Ugrálóvár és Édességek várták, de természetesen különleges céklából készült finomságokból sem volt hiány. Szentem Baska.
elmúlt évekhez hasonlóan az ezévi nyári rendezvényeket és az abói programok által szervezett rendezvényekről beszélek. Szent István Baksán szeptember 1-jével zárjuk, ahol már az ősz közelettét egy céklafesztivállal próbáljuk meg beharangozni, illetve megfelelőképpen búcsúzunk a gyerekek által közkedvelt kis nyári szünettől, illetve természetesen már maga a céklát, mint ennek a rendezvénynek a névadóját is egy kicsikét előtérbe helyezzük. A falu lakossága, illetve az önkormányzat rengeteg céklából készült ételek kedveskedik a vendégeknek. Az önkormányzat a maga módján természetesen a falubelieket és a vendégeiket ők vendégül látják, illetve körbevezetik a falu nevezetiségein. Hagy ismerje meg mindenki, aki nem ismeri ennek a kis településnek a szépségeit. Program szervezőként pedig mi egy elég színvonalas kis három sztár vendégből álló műsorral készülünk. Ezen kívül a programoknak az elején helyi tehetségek is fellépnek, illetve környékbeli táncosok is megmutatják tehetségüket. A sztár vendégek közül ebben az évben a mulatós műfajból a Hídvégi Band, az idősebbeknek retro műfajból Kozsó és az Álmunk Futó, mégpedig a fiataloknak a GVM nevű fiatalember látogat ide hozzánk, aki az évben már Fancsaba is volt, és akkora nagy népszerűségnek örvendett a fellépése, hogy szinte követelték, hogy még az évben eljöjjön hozzánk. Kívántok a csillagot! Kívántok az igazi csillagot! Kérem a kezeket, jól tartani is! És a tapson együtt, jó? Szerintem tökéletes! Csak a csillagot tudhatják, élente hol jársz. Mint egy védtelen pillangó, vajon ki szívébe szállsz. Titokban nyomodba járok, leintnak minden tör. Lelkében vettem legágyam, lopok a szívem. Ezen kívül ezen a rendezvényen is egy élő koncert lesz, 30 perc zenekar fog ellátogatni hozzánk, aki egy másfél órás élő koncertet adnak, ahol rock zene, illetve a közönség kedvére való zenéket fognak egy másfél órába összefoglalni. Remélem, hogy ezen a nyáron mindenki jól érezte magát a rendezvényeinken, és a jövőre is a nyári rendezvényeken találkozunk. A téli időszakban pedig ismételten várunk mindenkit a már megszokott bálokba, október, november, december hónapba, illetve majd márciusban a nőnapi bálunkra. Ebben az évben is felvonulással veszi majd kezdetét a Szikszói Szüreti Fesztivál, amelyen számos kulturális program várja a szórakozni vágyókat. A program részeként idén is több csapat méri össze ügyességét a hagyományos szüreti játékokon, amelyre még bátran lehet jelentkezni. Szikszóváros önkormányzata és a Szikszói Városi Intézmény működtető központ ebben az évben is megrendezi a Szüreti Fesztivált, amelynek a napja szeptember 29-én szombaton kerül majd megrendezésre. Több programmal is várjuk a Szikszóra látogató kedves vendégeket. Az első helyszín a szüreti felvonulás. 13:30-kor az iskola udvaráról indul egy gyalogos szüreti felvonulás, élő lovashuszárokkal, mazsorettesekkel, gulyalábasokkal, és a szüreti program valamennyi résztvevő gyerekek is felvonulnak. A színpadon különböző produkciók kerülnek majd, a városi óvodások, a betelni óvodások, illetve az iskola, mindkét iskola növendékei fellépnek ebbe, és 17 órától a Hold Viola
ad majd élő koncertet. De természetesen az idén is nem maradhat el az Avas Néptánc Együttes produkciója, ők 15:30-tól lesznek láthatóak, és 16 órától a hagyományokhoz híven az idén is megrendezésre kerülnek majd a szüreti játékok. Már most több évre visszamenőleg hagyomány, hogy a szüreti fesztivál keretén belül itt a főtéren található nagy parkolóba megrendezzük a szüreti játékokat. Én azt gondolom, hogy minden szikszói már tudja, hogy miről is szól ez, hiszen elkészítünk szőlőtőkéket, azokra kötözünk szőlőt, tulajdonképpen a szüretelést, a szőlőszedést és a borkészítés fázisait egy ilyen 6-7 játékból álló vidám sorversenyre állítjuk össze, és akkor ezekre szeretnénk felhívást intézni így a televízión keresztül a kedves szikszóiak felé, hogy akik kedvet éreznek, civil szervezetek, fiatalok, baráti társaságok, szívesen fogadjuk őket az idei szüreti játékokba is, hogy vegyenek részt egy vidám betélkedőbe. Annyi kritérium van, ugye, hogy 6 fővel kell jelentkezni, 3 fiú, 3 lány, és a elengedhetetlen kelléke az öltözet, ugyanis népviseletbe kell majd nekik részt venni ebbe a játékba. Minden éven nagyon jó sikerül, vidám hangulata van, én azt gondolom, hogy ebben az évben is nagy sikerrel fog majd szerepelni. Kísérő programunk is lesznek, kóstolhatnak lángost az ide látogatók, fazekas mesterség fortéjaival is megismerkedhetnek, illetve Mazur József fafaragó művész is kint lesz, kosárfonásba is részt lehet venni, és a kiállított termékeket akár meg is lehet vásárolni. Nem csak a felnőttekre gondolunk ezen a napon, hanem a szüretre kilátogató gyerekeket, pedig egy ilyen vidám játszótérrel várjuk, ami kifejezetten fa játékokból készült. Tavaly is nagy sikere volt, bízunk abban, hogy az idén is nagy örömmel fogják majd fogadni a gyerekek, és természetesen abban is bízunk, hogy az idő majd kegyes lesz hozzánk, hosszú, szép őszt jósolnak nekünk, úgyhogy egy vidám hangulatú szüreti mulatságon tudnak majd részt venni. Tehát ugye az első fázis a szüreti felvonulás, a második a főtéren a kulturális program, szüreti játékok, holdviola koncert, és este a harmadik helyszín pedig a hagyományos szüreti bál. Tavaly több mint 300 ember mulatozott az Inkubátorház színház termébe, úgyhogy elkészült, összeállt már most az idei menü. Nagyon finom étkekkel várjuk a szüreti bárra látogatókat, természetesen ez belépőjegyes, 3000 forint a belépőjegy az idei szüreti bárra, lesz előétel, nagyon finom szikszói bőségtál, tepertő, házi kolbász, tepertőkrém, padlézsánkrém, mindenféle húsok, és a szőlő szüreti bál jegyében szőlővel töltött csirkemell lesz, úgyhogy nagyon-nagyon sok finomság lesz, a zenét pedig Caga József fogja biztosítani. Erre a rendezvényre, nem csak a bárra, hanem magára a szüreti mulatságra minden évben, ebben az évben is, Szikszóváros önkormányzatnak testvérvárosaiból érkeznek delegációk, így van ez az idén is, két lengyel testvérvárosunk érkezik, Pivnica és Sztronye, és ebben az évben ellátogatnak hozzánk a német testvérvárosból, Waldemsből is delegáció. A tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén is fesztivállal ünnepli a városban elhíresült kukoricalimpből készült eledelt Onga önkormányzata. Az ongai görhenapok immár kétnapos rendezvényén nőtte ki magát, így egy hétvégét felölelő eseményen szórakozhatnak a helyi és környékbeli érdeklődők. A programokról részletesen dr. Madzin Tibor, a város polgármestere nyilatkozott stábunknak. A görhenapot második alkalommal szervezzük meg, komoly előzményekre tekint vissza, hiszen több mint 20 éve szervezzük Onga falunapját, utána kulturális napokat szerveztünk, utána városnapot szerveztünk, és tavaly szerveztünk először görhenapot, amiből jelenleg hagyományt szeretnénk csinálni,
Mégpedig len azért, mert a zongoriak mindig görhések voltak. Ez hasonlatos minden egyes település, illetve a szomszédos települések által elnevezett ragadvány nevekhez, ongán. Azért voltak az emberek görhések, mert kukoricalisztből készült ételeket fogyasztottak. Található ebben az országban rengeteg elnevezésű fesztivál, de én úgy gondolom, hogy Magyarországon a görhe elnevezés teljes mértékben egyedi, és csak ongához köthető. Azért lett két napos a rendezvényünk, mert a tavalyi görhe nap olyan sikert aratott, hogy úgy gondoltuk, hogy ezt lehet bátran bővíteni, hiszen van rá igény, és reméljük, hogy ezzel is elnyerjük a tisztelt látogatóknak a bizalmát. Elsősorban szükséges egy ilyen rendezvényre megfelelő olyan produkció, ami a nagy közönséget vonzza. Ez az idén az Ismerős Arcok zenekar lesz. Lesz az Illés Emlékzenekar Miskolcról. Azon kívül minden korosztálynak igyekeztünk megtalálni azokat a produkciókat, amelyek a tetszésükre válnak. Nyilván, mivel görhenapról van szó, igyekszünk bemutatni a görhéből készült ételeket. Azon kívül most először szerepel a halászléfőző verseny. Ugyanis azt tudni kell, hogy Ongavárosban a legnagyobb létszámot számláló civil szervezet az Ongai Horgász Egyesület, hiszen rendelkezünk ongai halászvizekkel, horgászvizekkel, és ők is meg szeretnének jelenni ezen a rendezvényen, és remélem, hogy a halászléjük mindenki számára elfogadható és élvezetes lesz. A görhenap alkalmából, amit már polgármester úr említett, a halászléfőző verseny, és kukoricából készült ételek versenyével, valamint gyümölcstermékek versenyével, ami magába foglalja a befűtteket, lekvárokat, dzsemeket, aszalványokat. A tavalyi évben még jóformán csak a hagyományos görhe sütemény készült, de régi hagyomány volt településünkön, városnapokon, falunapokon, hogy mindenféle kukoricából készült ételeket készítettek, és ebből volt egy verseny. Az idén ezt szeretnénk újra hagyománnyá tenni a görhenap alkalmából, hogy minél szélesebb körben, mivel a hagyományos ételek között ez is szerepel, viszont a modern paleo étrendben ez most nagy helyet foglal el, ezért szeretnénk egy kicsit ezt jobban a köztudatba behozni. Rengeteg sok minden készülhet, ami minket görhéseknek neveznek. Ez egy sütemény, ami nagyon olcsó, ez kukoricalisztből készül, de kásából, kukoricakásából, hát nagyon sokféle terméket lehet előállítani, olyat, mint a piskóta tekercs kukoricakásából, és ezt nagyon sokféle töltelékkel megtölteni, mint a Raffaello olyan, de akár hús mellé, puliszkaként, rengeteg módja van ennek a felhasználásának. A versenyre előtte a városnap előtti csütörtökig, és ez azon a nap, tehát szeptember 22-én lesz elbírálva, ott szeretnénk kint a pályán egy zsűrit megkérni, illetve szakembereket oda hívni, akik majd eldöntenék, hogy melyik a jó, vagy melyik a legfinomabb, sőt, még a közönség díját is bárki nevezhet. Nem kötnénk ahhoz, hogy most csak a településen élők lemezzenek. Aki érez magába egy kis elhivatottságot, hogy ezen szeretne indulni ezen a versenyen, az nyugodt szívvel megteheti. Hagyományaink a szíven, szintén Ongaváros napja, a görhenap alkalmával kerül sor, Ongaváros kitüntető címeinek az átadására. Ongaváros díszpolgára az idén, Hideg Lajos bácsi, posztumusz díszpolgára pedig Illés Laci bácsi. Hideg Lajos bácsi mindenki által ismert nyugdíjas mérnökember, aki mind aktív, mind nyugdíjas korába úgy gondolom még aktívabb szereplője volt Onga közéletének,
és mindaz máig is. Illés Laci bácsi pedig az első olyan pedagógusunk volt, aki foglalkozott Onga történetének, történelmének feltárásával, és ezt publikálta is. Az esemény szeptember 21 péntek és szeptember 22 szombat. Természetesen minden kedves érdeklődőt nagy szeretettel várunk, és kívánjuk, hogy érezzék jól magukat nálunk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, Kucsma Barbarát látták a Szikszó TV 2018. évi 36. heti híreivel. Híradónk anyagait visszanézhetik a Szikszó TV Facebook oldalán, ahol megoszthatják velünk észrevételeiket, ötleteiket. Egy hét múlva friss hírekkel várjuk Önöket, a viszontlátásra!